Mai vendégünk Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter. Köszöntöm stúdiónkban. Csakran, köszönöm szépen a meghívást. Miniszter úr, milyen célból látogatott el térségünkbe? Tiszafüredre kaptam egy nagyon kedves meghívást, így március 15-e előestéjére, hogy közösen ünnepeljünk és adjunk tiszteletet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseinek. Örömmel vettem ezt a meghívást, tekintettel arra, hogy Tiszafüred kitüntetett szerepet játszott a forradalom idején. Nem csak azért, mert több száz tiszafüredi honvéd állt fegyverbe, nem csak azért, mert a helyi iparosok gyártották a nyergek egy nagy részét, hanem azért is, mert amikor a Honvédelmi Bizottmány Debrecenbe költözött, akkor egy katonai parancsnokságot hoztak itt létre. A Tiszahíd stratégiai jelentőségű pozícióban volt, és Kossuth Lajos is többször megfordult itt a városban ebben az időszakban, úgyhogy egészen biztosan, akik itt élnek vagy sétálgatnak Tiszafüred utcáin, biztos belelépnek azokba a lábnyomokba, amiket még Kossuth Lajos hagyott itt. Úgyhogy megtisztelő volt a meghívás, és ha már így alakult, akkor egy lakossági fórumot is tartunk annak érdekében, hogy meg tudjuk beszélni az előttünk álló időszak legfontosabb feladatait, kihívásait, például ami az elkövetkezendő önkormányzati és európai parlamenti választásokból fakad. Mit lehet megfogalmazni, mi lehet 1848. március 15-e ma is érvényes üzenete? Legyen béke, szabadság és egyetértés, hangzott a 12 pont mondjuk úgy összefoglalása, és ennél aktuálisabb jelszót a mai világban sem tudnánk megfogalmazni, hiszen mi is ezt szeretnénk, hogy legyen végre béke, legyen szabadság és éljünk egyetértésben. Ugye mi, akik a háború közvetlen szomszédságában élünk, teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy milyen drámai következményei vannak az Ukrajnában zajló fegyverropogásnak. Szembesültünk a menekültek százezreivel, szembesültünk azzal a szenvedéssel, azzal a fájdalommal, amit a családok szétszakítása okozott. Szembesültünk mindazzal a fájdalommal, ami az Ukrajnában élő embereket érte, és mi magyarok pontosan tudjuk azt, hogy emberéleteket kell menteni. És az emberéleteket úgy lehet menteni, hogyha a háborúnak véget vetünk, békével, fegyverszünettel, béketárgyalásokkal. Ugye a béke hangján kevesen beszélünk, sajnos. Ezt be kell látni, nagyon kevesen. Ugyanakkor mi az elmúlt két évben mindig kiálltunk a béke mellett, és nem csak, hogy kiálltunk a béke mellett, de mi voltunk azon kevesek egyikei, akik egyetlen olyan lépést sem tettünk az elmúlt időszakban, amelynek a háborúnak akár a továbbterjedéséhez, vagy a még súlyosabbá válásához vezetett volna. És szeretnénk, hogyha lenne szabadság, tehát mi magyarok nem viseljük el, hogy ránk erőltessék kívülről másnak az akaratát, másnak az életmódját, másnak a kultúráját. Nem szeretjük, hogyha ránk törnek kívülről agresszív emberek, ha támadás alatt tartják a határainkat, akkor azokat megvédjük. És legyen egyetértés abban, hogy ennek a nemzetnek a jövőjéről csak mi dönthetünk, csak mi magunk, magyarok. Nem mások, nem külső hatalmak, nem a nyomásgyakorlás, hanem mi itt, akik ebben az országban élünk. Térjünk rá térségünkre. Hogyan látja, hogyan értékeli a Tiszató térségének gazdasági fejlődését? Hát nézd, ez a térség már az ország turisztikai vonzerejét jelentős mértékben növeli. Az egyik olyan célpont, amely a belföldi turizmus során most már Balaton, Hévíz, Tokaj és nyilván Budapest kategóriájába esik. Ez az egyik legvonzóbb vidéki turisztikai célpont itt Magyarországon. Azzal, hogy a Tiszató most már körül kerékpározható, azzal, hogy a Tiszafüredet egy olyan fejlesztési programnak vetették alá, amelynek nyomán most már egy komplett hosszú hétvégét el lehet itt tölteni, illetve azzal, hogy a Tiszató belül mindenfajta
fantasztikus vizitúrákat lehet tenni. Így azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy a belföldi turisztikai célpontok közül ez az egyik leglátogatottabb helyszín. És emellett egyébként iparfejlesztés tekintetében is egyre több vállalatvállalkozás jön létre itt a környéken, fejleszti a kapacitásait, hajt végre beruházásokat, kér mindehhez támogatást. Nem csak most, hanem a nehéz vagy nehezebb időszakokban is, koronavírus alatt, a háborútól sújtott időszakban, a rendkívüli támogatások igénybevételével is. Szerencsére ebben a térségben sem kellett tömeges munkanélküliséggel vagy gyárbezárásokkal számolni, hanem egyre több embernek van munkája, egyre több embernek van jó munkája, jól fizető munkája, tehát tiszta tó környéke, és ez a térség itt azt hiszem, hogy példát mutatott a gyors fejlődésben. Mától a kölcsönösség jegyében a magyar hatóságok kérelemre hosszú távú vízumokat biztosítanak a Magyarországon beruházást végrehajtó nagy kínai vállalatok vezetői munkatársai számára. Milyen hozadéka lehet ez a térségünkre nézve gazdasági és turisztikai szempontból? Hát nézem, ugye a kínai turistákért hatalmas verseny van világszerte. Mert a kínai turisták érdeklődőek, megnéznek mindent, sok pénzt költenek, 3-4 napot is eltöltenek egy-egy helyszínen. Ezért nagyon komoly erőfeszítéseket tettünk annak érdekében, még a koronavírus előtt, hogy a közép-európai országok közül mi legyünk a kínai turisztikai célpontok közül a legjelentősebbek. És ezt sikerült is elérnünk. Aztán jött a Covid, ami gyakorlatilag szétrombolt mindent, amit csak lehetett. Ráadásul Kínában az ország mérete és a lakosság nagysága miatt egy jóval hosszabb zárás volt, mint nálunk vagy Európa más országaiban. És ennek nyomán aztán a kínai turisták csak elég nagy késéssel tértek vissza a nemzetközi turisztikai piacra. Ugye Magyarország volt az első Európai Uniós ország, ahova a kínai hatóságok engedélyezték a csoportos utazásokat. Ezért megint neki kellett állni dolgozni azon, hogy a korábban elindított, aztán a Covid miatt bezárt repülőjáratok Kínából, illetve Kínába újra tudjanak indulni. Mostanra elmondhatjuk, hogy elértük a Covid előtti szintet, tehát 4 nagy kínai várost is már közvetlenül el lehet érni Budapestről és vissza. 13 járat közlekedik hetente Budapest és a nagy kínai városok Ningbo, Chongqing, Shanghai és Peking vonatkozásában. Dolgozunk azon, hogy ez a szám még tovább növekedjen, és ez lehetővé tegye még több kínai turista Magyarországra utazását. Ugye az a tény, hogy Magyarország is azon európai országok közé került, amelyek állampolgárai számára a kínai hatóságok vízummentességet biztosítanak. Ez egyrészt megnöveli Kína vonzerejét turisztikai szempontból, másrészt a kínai piacon egyre nagyobb számban, egyre szélesebb körben megjelenő magyar vállalatok számára jelent egyfajta könnyebbséget. Ugye mi a Schengen övezet tagjaiként nem hozhatunk korlátlanul vízumpolitikára vonatkozó döntéseket, tehát mi saját nemzeti hatáskörben nem adhatunk vízummentességet senkinek, ez egy európai hatáskör, brüsszeli hatáskör, viszont bizonyos határok között hozhatunk saját döntéseket, és így azt a döntést hoztuk, hogy a nálunk beruházó kínai vállalatok vezetői és munkatársai számára hosszú távú vízumokat adunk, aminek jelentősége pedig abban áll, hogy a kínai beruházók ma a világon a legerősebb vállalatok közé tartoznak, és hatalmas verseny zajlik az ő beruházásaikért. Amikor azokat a híreket hallják, látják a kedves nézők, hogy Magyarországra jön egy-egy nagy kínai vállalat beruházása, akkor azt is tudniuk kell, hogy azért azokért általában hatalmas verseny van. Nagy nyugat-európai erős gazdasággal rendelkező országokkal. Tehát azzal, hogy mi vízumentességet biztosítunk, azzal növeljük hazánk erejét, vonzerejét, beruházás vonzó képességet. És a kínai vállalatok Magyarországra költözése modern technológiát hoz, felkészíti az országot az új gazdasági korszakra, és biztosítja azt, hogy ennek az új gazdasági korszaknak Magyarország a nyertesei közé fog tudni majd tartozni, és biztosítja azt is, hogy a magyar embereknek jó munkahelyeik, jó fizető munkahelyeik legyenek. A veszélyek korában élünk, amikor is az egyik szomszédos országunkban, Ukrajnában is elhúzódó fegyveres konfliktus zajlik már több mint 2 éve. Mit lehet megállapítani, milyen hatást gyakorol ez az országunk gazdasági fejlődésére?
Amikor elkezdődött a háború, akkor az Európai Unió egy hatalmas hibát vétett, és egy rendkívül rossz kudarcra ítélt stratégiai vonalra állt rá, amely kudarcos stratégiának az egyik eleme az volt, hogy a szankciók bevezetésével gyakorlatilag lábon lőtte a saját gazdaságát. A cél az volt, hogy a szankciókkal majd Oroszországot térdre kényszeríti az Európai Unió, hogy közelebb jutunk ezzel a békéhez. Hát ez nem sikerült, pont az ellenkezőjéről van szó. Az európai gazdaság egyre rosszabb állapotban van, egyre inkább elveszíti a versenyképességét, és az orosz gazdaság pedig köszöni jól van, a béke viszont sajnos távolra került. A helyzet az, hogy a szankciók miatt Európában az energiárak az egekbe emelkedtek. Ez a magyar gazdaság szempontjából úgy nézett ki, hogy mi korábban évente 7 milliárd eurót kellett fizetnünk az energiaimportért, ez a szankciók nyomán 17 milliárd euróra nőtt, tehát egy 4000 milliárd forintos plusz kiadást generált azonnal. Azt lehetett volna bármi másra költeni, nem lehetett. És ezek az energiaárak automatikusan magukkal hozták az inflációt, a háborús inflációt, amely 25% fölé emelkedett, ami elképesztő mértékű. És dühítő az egész azért, mert ez nem valamifajta belső gazdasági ok miatt volt így, nem hibás gazdaságpolitikai döntés miatt, vagy félrenézett stratégia miatt, hanem egy általunk nem befolyásolható külső ok miatt. És az egész tavaly évet arra kellett szánni, hogy ezt a háborús inflációt lecsökkentsük, hogy a reálbérek csökkenését megállítsuk és újra növekedés legyen, hogy az árakat végre csökkentsük a növekedés helyett. Szóval kemény volt, 4% alá tudtuk vinni az inflációt, ami nyilván jó hír, de ha mindezeket a manővereket nem kellett volna végrehajtanunk, akkor azért magyar gazdaság sokkal előbb tarthatna. Most azon kell dolgoznunk idén, hogy a növekedési lendületet visszakapjuk, visszaszerezzük, dacára mindenfajta külső nyomásgyakorlásnak vagy külső rizikónak, és azt hiszem, hogy elnézve a Magyarországra irányuló beruházások mértékét, a magyar export növekedését, jó esélyünk van mindenre. Miért fontos, hogy az ukrán gabona behozatali tilalom továbbra is érvényben maradt? Hát nézze, nem véletlenek a gazdatüntetések Európa szerte. Ugye az Európai Unióban szigorú szabályok vannak, amelyek alapján a mezőgazdasági termelést folytatni lehet. Nagyon komoly szabályok, amelyek a növényegészségügyre, élelmiszerbiztonságra vonatkoznak, GMO-mentességet írnak elő. Tehát ezek nagyon költséges műfaj lett a mezőgazdaság. És az Európai Unión kívül pedig nincsenek ezek a szabályok. Ezért hatalmas mennyiségben, silány minőségben, sokszor egészségre ártalmas módon, de olcsón termel a mezőgazdaság. És amikor beengedik az így módon előállított gabonát egy olyan piacra, ahol egészen más feltételek vannak, akkor az egy tisztességtelen, egyenlőtlen verseny, és ezt nem lehet engedni. Tehát az ukrán gabona beengedése az európai, azon belül a magyar piacra, az európai, azon belül a magyar gazdák tönkretételéhez vezet. És ezt nem engedhetjük meg. Nem is engedjük, és azért fenn is tartjuk az ukrán gabona importra vonatkozó tilalmunkat. Nemrégiben került sor a V4 találkozóra. Mi volt ennek a jelentősége? Mely kérdésekben volt egyetértés? A közép-európai térség ereje abban áll, hogy az itt elhelyezkedő 4 ország fontos kérdésekben össze tudta hangolni az álláspontját. Olyan fontos kérdésekben, mint a migráció elleni küzdelem, a szuverenitás megvédése, az energiaszabadság kérdése, az adókivetés szabadságának kérdése, és ezekben most is egyetértés van. Ez jó hír. Amiben nincs egyetértés, hogy hogyan látjuk az Ukrajnában zajló háború végkimenetelét. Mi ugye a szlovákokkal azt az álláspontot képviseljük, hogy nincsen csatatéri megoldás, ezért béketárgyalásokra van szükség. A lengyelek és a csehek háborúpárti álláspontjukkal pedig még további fegyvereket szállítanának, nagyon határozottan nem zárkóztak el a katonák küldésétől sem, ami nagyon veszélyes. De én abban reménykedem, hogy a visegrádi csoport túl tudja élni ezt a háborút, és a háború után már csak azokra a kérdésekre kell koncentrálnunk, csak azokra a területekre kell koncentrálnunk, amelyeken egyetértünk. A nehéz idők ellenére a kormány számos intézkedést vezet be, amellyel igyekszik könnyíteni az ország lakosainak hétköznapjai boldogulását. Melyek ezek, és hogyan hatnak gazdasági szempontból?
ez a családtámogatások körét tovább bővítjük, annak érdekében, hogy minél több gyermek születhessen Magyarországon, és ne állhasson elő az a helyzet, hogy valaki egy gyermekvállalás miatt nehezebb helyzetbe kerül, mint az, aki ezt a döntést nem hozza meg. A komoly infrastruktúrális fejlesztéseket hajtunk végre annak érdekében, hogy minél több beruházás jöjjön Magyarországra, amelyek aztán a magyar embereket alkalmazzák, magyar emberek számára biztosítanak munkahelyet, magyar családok számára biztosítanak megélhetést. És továbbra is fenntartjuk Európa legalacsonyabb adóit, annak érdekében, hogy megérje minél többet dolgozni, megérje minél több embert alkalmazni, hogy továbbra is fent tudjuk tartani a foglalkoztatásnak azt a magas szintjét, amelyet az elmúlt évek során elértünk, és amelyet még a Covid sem tudott lecsökkenteni, hiszen ne felejtsük el, Magyarország azon nagyon kevés ország közé tartozik a világon, ahol a Covid után több munkahely volt, mint előtte. Az idei év több fontos dátumot is tartogat. Júniusban önkormányzati képviselőket és európai parlamenti képviselőket választunk, novemberben pedig elnökválasztásra kerül sor Amerikában. Mi a tétje ezeknek? Az európai és az amerikai választás tétje egyértelműen az, hogy lesz-e béke az európai kontinensen. Hogyha itt Európában sikerül a békepárti, szuverenista, jobboldali, konzervatív keresztény pártoknak nagyobb támogatottságra szert tenni, és meg tudjuk növelni a jelenlétünket az Európai Parlamentben, akkor lehet egy józan észre alapuló fordulatot elérni, és akkor a háború szítása helyett a békére irányulhat az európai politika. Ugye Amerikában is Trump elnök úr megválasztása magával hozhatja a békekötés reményét. Az önkormányzati választásokon pedig eldönthetjük, hogy a továbbra is Gyurcsány Ferenc által vezetett baloldali szövetség embereire bízzuk a településeinket, vagy azokra a vezetőkre, akik kiérdemelték már korábban a bizalmunkat tapasztalatok alapján. Ugye abban reménykedem, hogy itt Tiszafüreden is, Karcagon is, az ország legtöbb városában a döntés az úgy fog szólni, hogy a Fidesz és a KDNP jelöltjeit választják meg polgármestereknek, képviselőknek helyben az emberek. Miniszter úr, köszönöm az interjút, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a lehetőséget. A tévénézőknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét, viszontlátásra!